Minden hónapban egy tömegrendezvény. Ez a nyírsuli egyik jelszava, és ennek szellemében vasárnap délelőtt egy újszerű kezdeményezésnek lehetnek részesei azok, akik kilátogattak az erdélyi tornapályára. A jól sikerült családi napot követően ezúttal egy futásra invitálják a sportolókat és szüleiket a szervezők. Az volt a célunk, hogy ne csak az élsport utánpótlását nevelje a nyírsuli, hanem a szülők bevonásával az egészséges életmódra nevelés is egyik lényeges feladata legyen ennek az utánpótlás nevelési központnak. Éppen ezért terveztünk most szeptemberre egy ilyen futóversenyt, ami egyelőre még egy kisebb méretű, de várhatóan itt is olyan 500 ezer fő részvételével tudjuk megrendezni a futó kocogónapot, és remélhetőleg, hogy a következő évektől kezdve ez nagyobb volumenű rendezvény lehet. A résztvevők eldönthetik, hogy 1 vagy 5 kilométert kocognak, esetleg rajtozálnak mindkét távon. Délelőtt 10 órakor, illetve 9 óra 45 perckor kezdünk egy közös bemelegítéssel, aztán a családi futás, ahol gyerek, szülő, illetve nagypapa, nagymama, szülő együtt teljesít egy körülbelül 1 kilométeres távot, majd a 10 óra 15 perces nagy futáson bárki részt vehet, és a befutásnál megkapják azt a tombola szelvényt, amivel értékes nyereményeket is nyerhetnek. Minden befutó kapja, sőt az első 100 befutó még ajándékként egy-egy logóval ellátott pólót is kap a rendezvényünkön. A futónapot a szokásokhoz híven kiegészítő rendezvények is kísérik, így a prognosztizált nyári időben minden szempontból kellemes délelőtt vár a résztvevőkre.